2016-ban hozta létre a Nyíregyházi Önkormányzat a köznevelési tanácsot, akkor, amikor az oktatás állami irányítás alá került. Előbb a működés, majd a fenntartás is. Az idő igazolta, hogy a városnak pedig szoros kapcsolata kell legyen az oktatással a jövő szakembereivel, vélekedett a polgármester. Három téma szerepelt a hétfő délutáni napirenden. Az első fejezet az együttműködésekről szólt. A minőségi munkaerőért és a fiatalok megtartásáért való munka Nyíregyházán minden eddiginél aktuálisabb, hiszen több ezer új munkahelyet kínálnak a fiataloknak a következő években. Nagyon nagy jelentőségű gazdaságfejlesztési program zajlik a városban, aminek már vannak látható eredményei, de a következő években egyre nagyobb kihívásokat jelentenek majd a szakképzett munkaerő biztosításához is. Ugyanakkor a városvezetés elindította azt a programot 5 éve, Nyíregyháza hazavár, aminek az a lényege, hogy a fiatalok kit akarnak dolgozni, élni a városunkban, kapjanak lehetőséget, legyen rá lehetőségük. Ez sajnos Nyíregyházának is több évtizedes nagy problémája, a kivándorlás, az elvándorlás, ami leginkább a fiatalokat és a szakképzettebb rétegeket érinti, egyetemet végzettek, vagy szakközépiskolába, szakmunkásképzőbe végzettettek. És most erről szól az első napirend, 4 előadóval, hogyan tudunk összefogni, egyre nagyobb a felismerés, ennek örülök, mind a nagy foglalkoztatók, nagy, közepes cégek, mind a városvezetés részéről ez már megfogalmazódott, mind az oktatás területen, mert azt gondolom, hogy ezt jól csak együtt tudjuk megoldani. A második napirendi pont a Michelin prezentációja a klímafreskó volt. A Bringa Fesztivál után egy klímavédelemmel foglalkozó projektet terveznek évről évre közös szervezésben a várossal és a Nyíregyházi Egyetemmel. A felsőoktatási intézményben a modellváltás kapcsán komoly változások és pozitív eredmények tapasztalhatóak. A mennyiségi fejlődés együtt jár a minőségi változással is, fogalmazott a polgármester. A köznevelési tanács ülésén a többszintű fejlődő pedagógus képzésről szólt az általános rektor helyettes. Az alap- és mesterképzés, az osztatlan tanárképzés, majd a továbbképzés kapcsán kínált lehetőségekről jöttek meghallgatni a köznevelési intézmények visszajelzését. Egyéb szakterületen a duális képzés mellett megjelent egy újabb képzési forma. A kooperatív képzés szintén egy gyakorlatorientált képzési forma, és alapvetően abban tér el a duális képzéstől, hogy nem az első hónapoktól kapcsolódik be ebbe a diák, mint a duálisnál, hanem 4 fél évet már le kell zárnia az egyetemi képzésben, és ezt követően jelentkezhet azokhoz a cégekhez, akik ezt a képzési formát meghirdetik. Nagyjából ez egy gyakornoki programnak megfelelő képzési formát jelent, és jelenleg is már több partnerünk van, nem csak a Nyíregyháza városból, hanem a Vármegyéből is, és ezt a palettát szeretnénk még a jövőben is szélesíteni. A köznevelési tanács általános feladatai közé tartozik a helyi szereplők közötti információ áramlás és véleménycsere, fogalmaz a dokumentum, és hangsúlyt fektet az együttműködésre, javaslatok megoldási alternatívák kidolgozására, a gazdasági fejlődést elősegítő képzési stratégiák előmozdítására. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum mindent megtesz azért, hogy nagyon sok ágazatban, 20 ágazatban, 65 szakmában képezzen, és gyakorlatilag mi a rugalmas tanulási utakig, az okleves technikus képzésig szakmákat, szakképesítéseket adunk a fiatalok kezébe, és természetesen a felnőttek kezébe is, hogy tudjanak munkában állni, de azt gondolom, hogy ezt a feladatot csak közösen együtt gondolkodva lehet folytatni. Én nagyon örülök annak, hogy a szeptemberben megrendezett szakmafesztiválon együtt összefogva óvodától egyetemig cégekkel, foglalkoztatási főosztállyal egy olyan rendezvényt tudtunk megszervezni, amelyik lehetőséget biztosította arra, hogy minden korosztály közelebb kerüljön a szakmákhoz. Együtt kell gondolkodni a pályaorientációban és arról is, hogy a cégek támogatásával hogyan tudnak minél több szakmát megismerni a diákok, és hogy minél több fiatal választhasson kedvére való szakmát. Mindemellett nyilván a felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembereknek is jelentős szerepe van ezeknél a cégeknél, zárta gondolatait a főigazgató.